Eljöttem a Kopaszhegyre, és itt lenézek a városra. Hát Kopaszhegynek neveztük a kis erdő mögött lévő részt. Jó magasra fel kellett jönnöm. Hát ez a teteje, de majd most állványra teszem, és úgy mutatom meg a várost. Tehát a Hajnal utcáról annak idején ezt a magas dombot Kopaszhegynek neveztük, legalábbis mi gyerekek, és most itt feljöttem, sok szép házat építettek, villákat, és itt a tetőről, ház, dombtetőről így látok a város felé. Hát aztán, hogy mi látszik, az majd elválik, de azt hiszem, hogy ez a Drúzsba szálló. Kora reggel van, és még ködös az idő. Úgyhogy ez a kis erdő alatt lévő templom, ha nem tévedek, és annak környékén házak. Ez, ha igaz, hát nem egészen, ez már a Lekarpátyán mellett lévő templom. Hát nagyon nagy a távolság. Nem sokat látni. Ennyi elég Ungvárból, mert ez nem a legjobb minőség. Hát tovább próbálok menni a Kopaszhegyen. Ilyen út van erre. Hát nem aszfaltozott, de jó kis út van. Építik a házakat. Na még egyszer a város felé nézek. Még egyszer megpróbálom innen a Drúzsba szállót megnézni. És ha igaz, akkor egy kicsit balra fordulok, az lesz a Zakarpátyám. Erről a Kopaszhegyről ezt látom. Hát igen, ott a templom, mellette lesz a Zakarpátyá. Hát erről ennyit. Kárpátalján, a dombokon, hegyeken, rengeteg málna szabadon nő és virágzik. Az emberek így gyűjtök össze mindig a málnát. Tehát az út mentén is látható, található málna. Bokor, bőlen. Például ennek az útnak is itt a szélén málna bokor található. Sok szép ház épül ezen a részen is. Még egy felvétel itt a dombtetőről. A rezidenciát látom. Jó magasan vagyok, majd itt lehaladok, amíg nem sikerül. Itt már nem aszfaltos út van, de majd onnantól kezdve jön lesz. Na, innentől kezdve már aszfaltos út vezet le. És jön fel idáig. Leértem a konyaggyárhoz.
drága, ha úgy tetszik, munkás felől. És jöjjünk a kimérjázó egyszerre.